Kedves vendégeink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Hercegasszony Hotel Wellness and Garden hivatalos megnyitó ünnepségén. Külön köszöntöm körünkben Mezőtúrváros polgármesterét, Herceg Zsolt urat, valamint a környező települések polgármestereit és önkormányzati dolgozóit. Köszöntöm a tulajdonosi kör tagjait, Juhász Sándor urat, Juhász Attila urat és kedves párját, valamint Juhász Lóránt urat és kedves párját. Köszöntöm az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetőjét és munkatársait, az Észak- és Dél-Alföldi Turisztikai Régió képviselőit, a közreműködő szervezeteket, tervezőket, kivitelezőket és minden kedves további vendégünket. A köszöntő beszédek előtt szeretném Önöknek pár gondolatban összefoglalni a kastély történetét és a projektre vonatkozó főbb információkat. A napjainkban is Hercegasszony kastélyának nevezett épületegyüttes főépületét, a fennmaradt források szerint, melyet restaurátori vizsgálatok is alátámasztanak, 1879-ben emeltette az akkoriban ezen a területen komoly földbirtokkal rendelkező gróf Rádai család, majd 1931-ben egy csereszerződés keretében jegyajándékként került Lelbach Irén Dóra testeni hercegasszony birtokába, akiről a szóban forgó elnevezést is kapta. A kastély története legalább olyan változatos, fordulatokban gazdabb, mint tulajdonosnőjé. Akadt időszak, amikor gondos kezek munkájától pompázó virágos parkkal és hatalmas, gazdag termést adó gyümölcsös kerttel büszkékeltetett, üdezzöld szigetként kiemelkedve a sík alföldi tájból. Sajnos azonban az élet rendeltetésszerű változásai, törvényszerű fordulatai miatt az épületnek el kellett szenvednie számos megpróbáltatást is. A kutatás igazolta, hogy Mezőtúr múltjának e híres tárgyi emléke nem csak uradalmi kastélyként funkcionált. Gyötrelmes időszakokon ment keresztül, 1945 és 92 között, amikor is kifosztották, tönkretették. Főépületében az egykori szalomban baromfit tenyésztettek, végső megaláztatásként pedig méregraktárként használták. Az 1990-es évek elején, miután magántulajdonba került, néhány éven át keresztül, ismét egykori pompájában, felújítva, méltóság teljesen állt a túrtői holtág szépséges ölelésében. A sorz azonban bebizonyította, hogy mint már annyiszor a történelme során, ezúttal viszonylag lemérhetőleg utoljára, néhány éve ismételten méltatlan állapotba került, leamortizálódva és kifosztva, láthatóan végső pusztulásra lett ítélve. Mint egy csodaként, újabb esélyként napjaink a jelenlegi tulajdonos Juhász család révén az eredeti formájában történő helyreállításról és hasznosításáról szólnak. Tehát minden nehézség és gyötrelem történelmi vihar ellenére a mezőtúri határban ma is van egy hercegasszony útja, amely a hercegasszony kastélyhoz vezet, illetve még mindig jelen van Mezőtúr helytörténeti emlékeiben egy asszony, akit hercegasszonyként emlegetnek, és akinek nevét, a valamikori lakhelyét most átadásra kerülő hotel tartja fent és viszi tovább, hogy ne merüljön feledésbe. A kastély történetének áttekintése segíthet abban, hogy megtanuljuk elfogadni, hogy semmi sem tart örökké, újra felfedezni azokat az értékeket, amelyeket elengednünk sem lett volna szabad, és megbecsülni azt a rövid időt, amit azért kaptunk a sorstól, hogy megőrizzünk, létrehozzunk, vagy tovább vigyünk valamit. A megújult kastélyban jelenleg 17 szoba található, mely közel 50 fő részére tud szállást biztosítani. Ezen túl wellness funkcióval, konferenciateremmel kiegészítve és egyéb szolgáltatásokkal, mint például kerékpár, vízibicikli, kenu kölcsönzéssel várjuk az érdeklődőket. A projekt célcsoportja a családos turisták, aktív turisták,
szenior korosztály, romantikát kedvelők, csapatépítő tréningeket szervező cégek. A hotel részeként az Iréne Bistró létrehozásával új gasztronómiai irányzatot kívánunk megismertetni a térségben. De nem csak szálláshelyként érdemes a hercegasszonyra gondolni, romantikus, mesébe illő esküvőknek és egyéb rendezvényeknek is helyszínt adunk. A kastély felújítási munkái 2013. április 1-én kezdődtek el. A tervezett összköltség közel nettó 512 millió forint, ebből uniós támogatás közel 322 millió forint. A támogatás intenzitása 68,11%. A kivitelező a Strabag MML Kft. És az A Mezőgép Kft. Bízunk benne, hogy szállodánk elnyeri tetszésüket, és tovább viszik jó hírünket. Most pedig tisztelettel felkérem Herceg Zsolt urat, Mezőtúrváros polgármesterét, hogy mondjál nekünk szánt gondolatait. Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim, Mezőtúrváros önkormányzata nevében nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Elsősorban vendéglátóinkat szeretném köszönteni, és köszönöm, hogy meghívtak erre a szép napra. Hát repes a szívem, hölgyeim és uraim, mert én gyermekkoromban nagyon sokat jártam ki ide a Holták partjára, és itt is biciklizgettünk a kastély körül, és hát azt láttuk, ami itt a bevezetőben elhangzott, hogy egy végtelen leromlott műszaki állapotú ingatlan, itt a saját sorsára hagyva ebben a gyönyörű természeti környezetben itt árválkodott, és hát tulajdonképpen gazdátlanul évtizedeken keresztül itt a határunkban romlott az állapota folyamatosan. Nagyon nagy örömmel vettem a hírét annak néhány évvel ezelőtt, amikor értesültem arról, hogy jelentős pályázati forrást nyert ez az elképzelés, és megkezdődhetnek a felújítási munkálatok. A Juhász családdal, a tulajdonosokkal már régóta ismerjük egymást, és a kivitelezés folyamán sok alkalommal kilátogattam ide, és láttam azt, hogy folyamatosan szépül, épül az ingatlan együttes. És hát ma még nem volt alkalmam körülnézni, és hát jó néhány héttel ezelőtt jártam itt utoljára. Látom azt, hogy csodálatosan megújult a kastély és a hozzátartozó épületek mindegyike. És hát, hogyha a partra nézek, az meg egy külön felüdítő látvány. Tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon röviden én csak annyit szeretnék elmondani, hogy Mezőtúrváros önkormányzatának évek óta feltett szándéka az, hogy Mezőtúr turisztikai vonzerejét növelje. Ehhez természetesen önmagában az önkormányzat erőfeszítései nem elegendőek, szükség van az állampolgárok, a gazdasági társaságok és minden egyes olyan szereplő közreműködésére, akik ezen a téren valami pozitívat tudnak tenni. Hát a Juhász család most egy ilyet tett, hiszen nemhogy Mezőtúr, hanem a környezetünk, a régiónk turisztikai vonzerejét ezzel a beruházással jelentősen növeli, hiszen a majdani vendégek nem csak Mezőtúrra fognak belátogatni, hanem a környéket is bejárják, és így Szarvas, és sorolhatnám vég nélkül a településeket. Mindannyian profitálhatunk ebből a beruházásból, a beruházás eredményeiből. Én az önkormányzatunk részéről nagy tisztelettel gratulálok a családnak a beruházás sikeres végrehajtásához. Azt kívánom, hogy sikerrel tudják majd lezárni ezt az építkezést, és hát természetesen nagyon sok üzleti sikert kívánok a szállodához. Én nagyon bízom benne, hogy azok a mutatók, amelyek a pályázatban ugye kritériumként szerepelnek, hogy milyen mutatókkal kell ugye a vendégészakákat produkálni, ezeket jelentősen túl fogják majd szárnyalni, és eredménnyel záródhat majd a fenntartási időszak, és hát abbéli reményemet fejezem ki, hogy a fenntartási időszakon túl is hosszú évtizedeken keresztül sikeres lesz majd ez a helyszín, ez a szálloda.
ezen túlmenően még, amit nagyon hangsúlyozni kívánok, az az, hogy az önkormányzatunk továbbra is azon lesz, hogy azon szereplőkkel szorosan együttműködjön és tartsa a kapcsolatot folyamatosan, akik a településünk, a régiónk turisztikai fellendítése érdekében tudnak tenni. Tehát ezúton is ajánlom a család részére azt, hogy az önkormányzatunk továbbra is együttműködik. Ugye nemrégiben néhány évvel ezelőtt életre hívtuk a turisztikai kerekasztalt, ahol egy közös gondolkodás folyik, és természetesen várjuk majd a Juhász család képviselőit erre a fórumra minden egyes alkalommal. És a célunk természetesen az, hogy minél több olyan attrakciót tudjunk nyújtani az ide látogatóknak, amelyből természetesen nem csak a mezőtúri emberek, hanem az ide érkező vállalkozások, cégek is tudnak majd profitálni. Én nagy tisztelettel tehát még egyszer gratulálok, és szeretnék az önkormányzat részéről néhány ajándékot átnyújtani, és kérem, hogy ahogyan majd olvasom, fáradjanak ide és vegyék át tőlem ezt a kis cseki ajándékot. Először is Juhász Sándor úrnak szeretnék egy ajándékot átadni. Nagy tisztelettel gratulálok az összes ügyelőre. Juhász Lóránt urat kérném. Fáradjon ide. Tisztelettel gratulálok. Szerintem kipert kívánok. Mutatok, tisztázzon kell. Juhász Attila urat kérném, hogy fáradjon ide. Gratulálok. Szerintem kérném Glázer Gyula urat, szállodaigazgatót, hogy fáradjon ide, tudom, hogy itt van-e. Kedves Tünde, önnek is szeretnék átadni egy ajándékot. Köszönöm szépen. Urat várhat, hogy fölvegyük egészséget a világot. És akkor tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghallgattak. És hát még utoljára maradt egy szép mezőtúri kerámia, amelyet azért hoztunk, hogy bár igaz, hogy mezőtúri kiadványokat is hoztam, mezőtúrról szóló könyveket, ezek is remélem, hogy maradandó emlékek lesznek. Én azt kívánom, és azzal adom át ezt a helyben készült kerámiát, hogy remélem, hogy olyan helyre kerül, ahol díszíteni tudja ezt a szépen felújított ingatlant. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagy örömmel és tényleg melegséggel tölt el az a tény, hogy ennyien érdeklődnek, ennyien megjelennek, és ennyi sok jó kívánságot kaptunk itt a vállalkozásunkkal felújított ingatlan jövőjével kapcsolatban. Hát igazság szerint én megköszönöm az előttem felszólalóknak a nagyon tárgyszerű és széles tájékoztatást a projekttel kapcsolatban, hogy ehhez a gondolatokhoz talán nem is tudnék tenni semmit, viszont úgy gondolom, hogy egy gondolat azért mindig maradt, amire talán önök még nem tudják a választ, és ezt az utóbbi időben elég sokat hallom, hogy is találtunk mi ide a túrtőnek a partjára, hogy is találtuk meg ezt az ingatlant, és hogy is jött a gondolat egyáltalán, hogy itt egy szálláshelyet kellene alapítani, illetve ilyen célra hasznosítani. Hát igazság szerint egész 20-25 évvel vissza lehet menni ebbe a történetbe. A valóság az valahol gyerekkori emlékek és gyermekévek között lakozik, mert lehetőségem nyílt 90-92-es évek tájékán maga az ingatlannak az elsőkörös felújítása kapcsán kvázi mint segítkezni itt a felújítási munkálatokban. Hát lehet, hogy ott ragadt meg igazság szerint az építőipar szeretete bennem. Ezt követően, amikor már felújításra került az ingatlan és egyfajta hétvégi házként funkcionált, a mögöttünk álló ingatlan egység az egy istálló volt egyébként,
Ott sikerült nyaranta tényleg 2-3 hetet itt tölteni, megismerkedni a lovaglás alapjaival, elmélyedni például a lovakúsztatása a körös holtákban. Szóval ezek olyan mély nyomokat hagytak bennem, hogy igazság szerint ezektől a mai napig nem tudtam elszakadni, és valahol mindig a gondolat. Ezzel minden egységgel persze lehetőségünk lesz, kezdeni szeretnénk valamit. Hát szerencsére eljött az idő, pont ez a lehetőség, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy az elképzeléseinket így módon tudtuk kifejezni, megvalósítani. Biztos vagyok benne, hogy a herceg asszony büszke lenne ránk. A külső milliót és a külső arculatát az ingatlan a teljes mértékben eredeti állapotra próbáltuk helyreállítani. A belsejét egy picit újra gyújtuk, és egy modern gondolatvitel próbáltunk benne kifejezni. Úgyhogy én azt hiszem nem maradt más hátra, csak hogy megköszönjem mindenkinek, egészen a tervezőkön át, a támogató szervezet, az összes kivitelező, a belső építészet, a projektmenedzsment, ki kell emelni a támogató szervezet részéről az óriási rugalmasságot, hisz olyan nagyon sok tapasztalattal ilyen projektek kapcsán rendelkeztünk, és nem segítőképpen a tényleg a projekt előre menetelét segítve álltak a dolgainkhoz. Azt hiszem a kivitelezőknél tartottam, nyilvánvalóan meg kell említsem az összes kollégámat, aki az előkészítésben részt vett, beleértve a szállodavezetést, beleértve a konyhát. Bízok benne, hogy mindenkinek a megelégedésére fog szolgálni ez az újfajta gasztrotrend, amit próbálunk itt megvalósítani és megismertetni a helyiekkel. Kérem, mondják el majd véleményüket, ettől függetlenül nagyon szívesen várunk minden hozzászólást, minden véleményt maga az objektummal, ingatlannal kapcsolatban, mert úgy gondolom, hogy a kritika is előre viszi mindenképpen a dolgainkat. Hát köszönöm szépen még egyszer, köszönöm Magyarország kormányának, köszönjük az Európai Uniónak a támogatást, és bízunk benne, hogy sok hasonló lehetőségünk lesz még itt a jövőre nézve. Köszönöm szépen még egyszer, és visszaadnám a szállodavezetőnek a szót, parancsolj tünde. Köszönjük szépen! Bye.